Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket. A mai 24 pluszban a foci lesz a főszerepben, pontosabban nem a játék, hanem a foci pálya, egészen pontosan a pálya körüli tér. Az a tér, ahol ki-ki kifejezheti örömét, lelkesedését, nem tetszését a játék alakulása fölött, és ez teljesen rendben is van. Talán még az is rendben van, hogy elhangzik a botlábú vagy a szemüveget a bírónak kijelentés. Az azonban, ami a magyar, illetve a magyar vonatkozású csapatok mérkőzésein történik, az már egyáltalán nincs rendben, az már aggasztó. A gyűlölködő, rasszista, xenofób skandálásokra gondolok, amelyek nem most vasárnap kezdődtek, és talán megkockáztathatom, hogy nem is most vasárnap hangzottak el utoljára. De mindenképp jelentős állomás ez annak az elhalkítására irányuló folyamatban az a vasárnapi játékvezetői döntés, amelynek az eredményeképpen végleg lefújtnak minősítették a Sepsi OSK és a Fécs Krájová közötti mérkőzést. Idegengyűlölet, magyar ellenesség a focipálya körül, ez a mai témánk. Kovács Pétert, a Kolozsvári Rádió főszerkesztőjét köszöntöm, online csatlakozik hozzánk, valamint Bálint Zsombort, az Erdélyi Magyar Televízió híradójának a felelős szerkesztőjét, ő itt van velem a stúdióban, és csatlakozni fog hozzánk Asztalos Csaba, az Országos Diszkrimináció Ellenes Tanács elnöke is. Egyelőre Zsombor és Péter, újságíró kollégák vagyunk, tegeződni fogunk. Szervusztok, köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást. Jó estét kívánok a nézőknek. Szervusz István. Ma ülésezett a Román Labdarúgó Szövetségnek a testülete, de a Sepsi OSK és a Fécséu Krájová közötti mérkőzésen történtekről, a szurkolói, az oltján szurkolók magatartásáról nem született döntés, pontosabban halasztottak. Milyen döntésre számítotok ti, illetve mi múlik ezen a döntésen, illetve meglepő-e az, hogy tulajdonképpen ma halasztás történt, Péter? Én meglepődtem azon, hogy halasztás történt. Én abban reménykedtem, hogy a bíró, amikor lefújta a mérkőzést, akkor tudta, vagy számította arra, hogy a szakszövetség támogatását élvezi. Kicsit meglepő volt, gondolom nem csak számomra, hanem mindenki számára, hogy miután évek óta a szabályozás, ami alapján a bíró végül lefújta a meccset, érvényben van, de sosem vitték végig, sosem mentek el idáig, tehát hogy miután évek óta folyik ez a cirkusz a lelátókon, akár Sepsi, akár FK Csíkszereda, akár régebben még a kolozsvári CFR esetén is, ha most megtörtént valami, már mind a hármas sípszó, akkor a bírónak előre, vagy a bíróknak előre valaki támogatást megelőlegezte. Tehát én ebben reménykedtem, persze nincsen erre nekem bizonyítékom, hogy Burleanu vagy valaki a federációtól azt mondta, hogy itt eddig tartott a cirkusz, megállunk, ezt meg fogjuk állítani, és úgy fogjuk megállítani, hogy a törvény, a szabályzat betűjét fogjuk alkalmazni. Ezért lepődtem meg én egy kicsit, hogy halasztottak, mert nagyon mind kell gondolkozni, milyen új bizonyítékok kerülhetnek elő. Persze a krajovások kezdtek mindenféle, ahogy Olténiában mondják, trászgyépör, nem is tudom, hogy ezt magyarul, egész pontosan magyarra hogy ne lehetne lefordítani, de gondolom, hogy a tévénézők értik, hogy mire gondolok. Tehát mindenféle mesékkel jöttek, hogy próbálják magukat menteni, és aztán a tegnapi nap a klub elnöke, ugye Mititélu úr, tegye mindenki ki az idézőjelet az úrhoz, bevallotta, hogy hát igen, ők a hibásak, mea culpa, bocsi, bocsi. Úgyhogy csodálkozom, és én nem erre számítottam. Zsombor, te? Erre számítottam, tehát én már nagyon régóta figyelem a Román Labdarúgó Szövetségnek, a Fegyelmi Bizottságának a döntéseit, heti rendszerességgel szoktam követni, és tudom, hogy amikor ilyen bonyolult ügyek vannak, bonyolult ügy olyan tekintetben, hogy nagyon nagy hatású vagy kihatású lesz precedens értékű, akkor nem szoktak dönteni első alkalommal. Lehet látni azt, hogy noha sokan azt mondták, hogy igen, és senki nem vitatta, hogy ez így van a szabályban, és a bíró úgy járt el, hogy a szabály elő van írva, és megerősítették, hogy ezt pontosan így írja a szabály, így kell eljárni. A legtöbb hang azt mondta, hogy hát azért nem kellett volna mégse lefújja a meccset. Mert hogy a játékosok nem hibásak azért, amiért néhány 50, 100, 200 ezer
mondjam ki nyíltan, idióta hülyeségeket kiabál a lelátón. És hogy ezzel pedig befolyásolni fogják a bajnokság menetét. Ami pontosan így van. Tehát ebbe nyilvánvalóan ez befolyásolni fogja a bajnokság menetét, hogyha alkalmazzák a szabályt, és más lehetőséget nem látok, mint hogy alkalmazni fogják a szabályt. No, a halasztottak előbb-utóbb ezt kénytelenek lesznek meglépni. Ez befolyásolja a bajnokság menetét. És hogyha most megcsinálták ezt, a következő fordulóban is meg kell csinálják, mert én nem hiszem azt, hogy ezek a úgynevezett szurkolók meg fognak állni. A bajnokság menetéről beszéljünk, hanem beszéljünk a pálya körüli magyar ellenességről, a pálya körül elhangzó xenofób, rasszista megnyilvánulásokról, és vasárnap óta többször elhangzott az, hogy André Kivuleté játékvezető részéről született egy történelmi döntés, és hogy ilyen még nem volt, nem történt Romániában. Igazából a kérdés az, hogy egy fecske csinál-e nyarat, vagy más képekkel fogalmazva, abban a bizonyos foci történelem könyvben André Kivuleté tette egy lábjegyzet lesz, hogy január 30-án, nem tudom hányadika volt vasárnap, történt egy ilyen, vagy pedig ha egy egész fejezet nem is, de jó nagy bekezdés, ami egy időre visszaszorítja a magyar ellenes, meg idegengyűlölő ritmusokat, nem maradjunk csak a magyar ellenességnél, mert hogy cigányozás is elhangzott már ilyen lelátókon nem egyszer, Péter. Itt a saját fejemben ütköznek a vonatok. Az egyik vonaton azt írja, hogy nem lehet az felnőtt embereket már megnevelni. Amit otthon elszúrtak az első 7 évben, azt már nem lehet kiverni belőle. Hogyha egy szurkoló gyűlöli a magyarokat, vagy gyűlöli a másságot, mert nagyon fontos, hogy említetted, hogy a cigányozás, tehát amikor a Rapid játszik, akkor folyamatos a cigányozás. Tehát, hogy ezt az emberek fejéből, vagy azoknak a szurkolóknak a fejéből nem lehet kiverni. Másik részről pedig, hogyha csak egyetlen egy ilyen döntés volt, akkor teljesen fölösleges volt. De ha ezt a meccset is elveszti a Krajova, a következőt elveszti az U, a harmadikat elveszti, mit tudom én, melyik, a Petrolul. Most ugye azokat a szurkoló gárdákat sorolom, amelyiknek a részéről ez rendszeres ez a megnyilvánulás, akkor előbb-utóbb le fognak állni. Vagy ha nem fognak leállni, akkor a klub fogja nagyon megszorongatni, tudjátok, hogy miért lehet megszorongatni egy ilyen szurkolónak, hogy vinnyogjon, mert a klubnak megy el a pénze, a klub veszít, milliókat, lejeket, hogyha igazán, tehát nem az 5000 lejes alsó szintet alkalmaznak egy-egy büntetésnél, hanem felmennek a 75000 lejesig, hogyha az a klub esetleg kevesebb pénzt kap majd a közvetítési jogokból, akkor ott is fog fájni. Tehát amikor Mititélú megnézi, bemegy a telefonjában, az online applikációban, mert biztos online bankol, és megnézi, hoppá, kevesebb futott be a számlámra, akkor egészen biztos, hogy ezeket a szurkolókat meg fogja tudni szorongatni, mert itt egyéni felelősségről beszélünk, mert én biztos vagyok benne, hogy nem Mititélú küldte oda ezeket a gyerekeket üvöltözni, magyar ellenesen üvöltözni. Ezeket egyszerűen be lehet azonosítani, csúcs technikájú videófelvételek készülnek a stadionról. Mindenkinek a bugyjába is benyúlnak, ha akarnak, amikor átmegy a kapun. Mindenkinek a személyigazolmányát leellenőrzik, mindenkiről tudják, hogy ki az. A csendőrség is, a rendőrség is, lehet, hogy a Szekú is tudja, nem tudom most. És akkor nem tudják beazonosítani, hogy melyiknek van a legnagyobb pofája. Amelyiknek a legnagyobb pofája van, az egy évig, amikor meccs van, az édesanyjánál otthon a kicsi szobába bezárva üljön, és még rádión sem hallgathatja a mérkőzést, pedig a Kolozsvári Rádió élőben közvetíti ezeket a mérkőzéseket. Nézzék a tévében is, hallgassák magyarul önök is, kedves nézők, a Kolozsvári Rádióban a kommentárt. Ez volt a reklámhelye Kovács Péter Kolozsvári Rádió főszerkesztőjének a részéről. Zsombor Rözán Burleanu, a labdarúgó szövetség elnöke, ő hétfőn azt mondta, hogy egyetért az André Kivuleté játékvezetőnek a döntésével. Ez jó jel lehet, vagy neki ezt kellett mondani, hát mit mondjon egy ilyen helyzetben? Neki ezt kellett mondani, valószínűleg így is gondolja, azért, mert Romániát az Európai Labdarúgó Szövetség már nagyon sokszor elévette ezekért a dolgok miatt. Nem csak a Sepsi OSK meccsein kiabálnak hasonlókat, hanem
a román válogatott meccsein is, noha nem éppen sepsioleskáját, hanem magyarok játszanak, akkor is előveszik ezeket a lózungokat, és nagyon kemény büntetéseket szabott már ki az Európai Szövetség, nem tudom hányszor játszottak már nézők nélkül a román válogatott fontos mérkőzéseket, ami talán lehet befolyásolta az eredményességet is. Burlánó szeretné, hogy ez befejeződjön. A baj az, hogy a hatóságok nagyon keveset tesznek ezért, nem a labdarúgó hatóságok, hanem az állami hatóságok, és kiengedték a szellemet a palaszból, ami most nagyon-nagyon nehéz lesz visszagyömöszölni. Hát itt mondta az előbb Péter, hogy az egyéni felelősség, és mindenkit be tudnak kamerázni, és tudnak azonosítani, hány embert tiltottak el a mérkőzések nézésétől, amióta ez a törvény érvényben van. Hányat? Én nem tudom, szerintem meg lehet számolni a két kezünkön hányat, és ezeket kellene. Betartani a törvényt, nem tartjuk be a törvényt. Csatlakozott hozzánk Asztalos Csaba, az Országos Diszkrimináció Ellenes Tanács elnöke. Itt van velünk telefonon. Jó estét kívánok, Asztalos úr! Jó estét kívánok önnek, a meghívottinak és nézőknek. Pétert üdvözlöm, a reklámot hallottam, profi volt. Asztalos úr, ha már Kolozsvárnál tartunk, egy kiváló kolozsvári szociológus, Péter László, sportszociológus, úgy fogalmazott, hogy amilyen a sport, olyan a társadalom, és fordítva, a sport az a társadalomnak egyfajta tükre, és nyilván nem mondhatjuk azt, hogy az egész romániai társadalom rasszista, az egész román társadalom idegengyűlölő, mindenki megtalálja, hogy ki nem tetszik neki, a zsidók, a cigányok, a magyarok, a románok, és még sorolhatnám. Ilyen a társadalom, tehát valóban annyira gyűlölködő a társadalom, mint amennyire megnyilvánul ez a foci mérkőzéseken? Közvéleménykutatások kimutatják ezt a dolgot, tehát 72%-a a megkérdezettnek országos szinten, megkérdezetteknek az országos szinten roma ellenesek, 70%-uk homofób, és 60-valány százalékuk magyarokat veszélyforrásként tekintik. Tehát ebben van igazság, és a két dolog az összefügg, és igen, a sportban ezek a társadalmi viszonyok megjelennek, tehát ez így igaz. Itt attól is függ, hogy milyen naptárt írunk, és milyen politikai események vannak, tehát ezek is befolyásolhatják ezt a viselkedést, de az igazság, hogy az elmúlt években ez irracionális is volt, tehát csak egy példával szeretnék élni, a Málta-Románia futballmérkőzés, amit Máltán játszottak, a romániai drukkerek magyar ellenes rigmusokat skandáltak, és emiatt az UEFA elég keményen megbírságolta a Román Futballszövetséget, ugyanakkor zárkapus mérkőzések követték ezt az eseményt, amikor a futballszövetség komoly pénzösszeget veszítette miatt túl a bírságon, tehát egy zárkapus mérkőzés például, azt hiszem, hogy Norvégiával, az körülbelül 1 millió eurós kárt jelent. Abban az esetben, ha jól emlékszem, a Román Futballszövetség elnöke azt is nyilatkozta, hogy annak is gondolkoznak, hogy behajtsák ezt a kárt azoktól a személyektől, és igazat adok Péternek, és ezt nyilatkoztam a román sajtóban is, hogy ez az út, hogy a személyes felelősséget meg kell állapítani, és nyugaton tudják azt, hogy ki milyen széken ül egy lelátón, és be tudják azonosítani, és rögtön tudják alkalmazni vele szemben a törvényt. És ez kell legyen a következő lépés Romániában. Én részt vettem egy televíziós adásban a televíziók, tehát annak a cégnek a képviselője volt jelen, aki a televíziós jogokat, közvetítési jogokat birtokolja, és egy ilyen közvetítés körülbelül több mint 100 000 euróba kerül, nem beszélve a veszteségekről, ők kifizették a mérkőzést, de én a helyettük
beperelném ezeket a személyeket, és itt be lehet őket azonosítani, tehát ez nem egy gond. A futballszövetségről el kell mondani, hogy már évekkel ezelőtt elkezdtek egy nagyon komoly programot a gyűlöletbeszéd ellen, és ezt próbálták minél jobban alkalmazni. Ugyanakkor még voltak olyan mérkőzések, amelyeket félbeszakítottak magyar ellenes rigmusok miatt, meg roma ellenes rigmusok miatt. Tehát nem ez az első eset, de hogy véglegesen megszakították a mérkőzést, ez az első eset. Tehát ennek már voltak előjelei, ugyanis mi kezdtük felelősségre vonni a bírókat, hogy nem alkalmazzák a szabályzatot, és a játék, tehát a mérkőzés megfigyelőket. Mert itt egy csapatmunka van, tehát bíró, megfigyelő, és biztos az, hogy ezt a döntést nem hozták meg anélkül, hogy ne kommunikálták volna le a szövetségnek a vezetőivel. Tehát ez egy nagyon komoly döntés, véleményem szerint a úgymond zárt kapuk mögött ezt lekommunikálták, tehát ebben volt egy hallgatólagos beleegyezés a szövetségnek is, másképpen ez nem történt volna meg. Általában ez véleményem szerint így történik. Nincs rá bizonyítékom, de ezt felvállalta a szövetség, ezt a helyzetet, és meglátjuk, hogy a bizottságok mit fognak dönteni. Egyelőre február 8-ára halasztották az ügyet. Ma volt az első tárgyalás ebben az ügyben. Azt tegyük hozzá, hogy a vasárnapi mérkőzésen az egyik megfigyelő az épp a labdarúgó szövetségnek az alelnöke volt, ha nem csal az emlékezetem. Asztalos úr, még egy kérdést engedje meg. Itt Kovács Péter azt mondta, hogy az lenne az ideális, hogyha ezeket az embereket, mint ezeket a foci szurkolókat, szurkolót idézőjelbe teszem, van, aki huligánoknak nevezi ezeket, eltiltanák attól, hogy élőben követhessék a mérkőzéseket ott a helyszínen, és anyukánál a kis szobába oda kellene száműzni őket. Elképzelhető, hogy ott is elmormolnák ugyanúgy a magyar ellenes rigmusaikat. Beszéljünk arról, hogy mennyivel veszélyesebb az, hogy kihangosítva jutnak el ezek a magyar ellenes idegengyűlölő üzenetek az ország állampolgáraihoz. Mert hogy az a veszélyes a foci mérkőzésen elhangzó üzenetekben, hogy százezrek nézik, százezrek hallgatják. Ez igaz, és pontosan ezért veszélyes, és főleg, hogy gyerekek is nézik és követik a sporteseményeket. Ez hát véleményformáló események és személyiségformáló események, főleg a fiatalokat illetően, és ezeket az előítéleteket táplálják ezek az események, és ugyanakkor a fiatalok között előítéleteket hoznak létre. Tehát a sport, mint maga, mind esemény, ez mindig nagyon látványos, és nagyon nagy befolyása van a társadalomra és a személyek viselkedésére. Ezért borzasztóan veszélyes. Péternek ebben igaza van, ezt nyugaton körülbelül úgy csinálják, hogy mérkőzés alatt behívják őket a rendőrőrsre, és ott kell leüljék a mérkőzést azok, akiket kitiltottak a lelátókról. És erre van törvény Romániában is, véleményem szerint ezt a törvényt módosítani kell, és más előírásokat is be kell vinni, erről már tárgyaltak. Azt is el kell mondani, hogy a legfelsőbb bíróságnak van olyan döntés, amiben kimondja, hogy a vendéglátó csapat nem felel a szurkolóinak a viselkedése miatt. Tehát ilyen legfelsőbb bírósági döntés is van, ami elég furcsa. Tehát törvényt módosítani kell, és több dolgot be kell vinni. Másfelől lehet alkalmazni durvább szankciókat is, ami a klubokat illeti. Zárkapus mérkőzések esetén pénzügyi vesztesség van, ugyanakkor szponzorok már nem jönnek, hogyha ilyen viselkedésről tesznek szert a szurkolók. Tehát ennek
több következménye van, és negatív következménye van, mint ahogy mi gondolnánk. Aszalos Csabának, az Országos Diszkrimináció Ellenes Tanács elnökének köszönöm, hogy bekapcsolódott a 24 pluszba. Köszönjük, minden jót kívánok! Bálint Zsomborral, az Erdélyi Magyar Televízió híradójának a felelős szerkesztőjével, valamint Kovács Péterrel, a Kolozsvári Rádió főszerkesztőjével folytatjuk a beszélgetést. Nagy kérdés az, hogy meddig lehet tolerálni, meddig tud táptalaja lenni a focipálya az idegen gyűlöletnek, és beszéljünk picit a reakciókról, amik vasárnap óta születtek. Volt olyan román sportújságíró kolléga, aki azt mondta, hogy hát valóban nem szép dolog az idegen gyűlölet, a magyar ellenesség a relátókon, de azért az sem jó, hogy a focisták bűnhődnek. Az sem jó, hogyha a szurkolók bűnhődnek. Mi persze azt mondjuk, hogy betelt a pohár, valóban meg kellett hozni ezt a drasztikus döntést, brávó a játékvezetőnek. Kinél van az igazság, vagy tudjátok ti ezt kívülállóként szemlélni ezt a történetet? Péter? Persze, az újságírónak igaza van, csak hogyha akkor azt kérdezed, hogy jó, van, kedves barátom, de mégis mit kéne csinálni annak érdekében, hogy féket lehessen vetni az ilyen megnyilvánulásoknak, arra már nem tud válaszolni. Tehát előbb vagy utóbb meg kellett ez történjen, előbb vagy utóbb az asztalra kellett csapni, és André Kivulete volt az első, aki az asztalra csapott, és nagyon örvendek, hogy Asztalos Csaba megerősítette az én feltételezésemet, hogy ez nem a saját feje szerint történt, hanem volt a federáció irányából egy hallgatólagos, vagy nem tudom mennyire hallgatólagos beleegyezés. Tehát igen, én is szeretem a meccseket végignézni, én sem örvendek, hogyha zöld asztalnál dőlnek el meccsek, én sem örvendenék annak feltétlenül, hogyha egyik vagy másik csapat mondjuk azért kerülne be a felsőházi rájátszásba, vagy a kiesés ellen folytatott küzdelmekhez, mert elvettek tőle pontokat. Igen, ott kéne a zöld füvön Romániában, a sárban, de mondjuk Sepsiszentgyörgyön éppen a zöld füvön eldönteni a három pontnak a sorsát, de először kell egy kicsit szenvedni, elveszíteni anyagilag egyeseknek, nekünk szurkolóknak pedig igen, össze kell szorítsuk a fogunkat, hogy most éppen nincsen meccs, mert egy néhány őrült miatt alkalmazni kell a szabályt. Tehát, hogy a nagyon szép elmélet, amit a bukaresti román újságíró kollega elmondott, de addig, ameddig nincs alternatíva megoldásra, addig csak elmélet marad. Zsombor, a hétfőn az egyik román nyelvű kereskedelmi rádióban főműsoridőben volt téma a vasárnapi magyar ellenesség az Zoltyán szurkolók részéről, és több román hallgató is betelefonált, és voltak magyarok is, akik betelefonáltak, de a román hallgatók részéről zömében azt fogalmazódott meg, hogy tulajdonképpen ez egy válaszreakció, ami elhangzik a Zoltyánok részéről, ez válaszreakció a Ria-Ria Hungária rigmusokra és a székely himnusz eléneklésére, amelyre most nem is került sor, de voltak olyan meccsek, hoki meccsek, sportmérkőzések, amelyeken sor került. Tehát a kérdés az, hogy felelősek vagyunk mi, mármint mi, magyar szurkolók, felelősek vagyunk a magyar ellenességért? Hát ez akkor a marhaság, amit mondanak, hogy Sütő András szavaival élve neki lehet támaszkodni. Tehát hogy lehet mégis egy kisebbség, tehát egy számbeli kisebbség az, aki provokálja a többséget? Tehát nagyon jól tudjuk, hogy ha vannak ilyen kiabálások, vannak Sepsiszentgyörgyön kevésbé, én inkább Csíkszeredában hallottam ilyeneket, akkor azok válaszreakciók arra a gyűlöletre, amelyet már évek óta rájuk zutítanak. De hát akkor sem nem kellene mi okosabbak legyünk. De okosabbak kellene, és épp... De okosabbak is vagyunk. Lennénk. Meg, hogy a szabadba vágok. Okosabbak is vagyunk, mert a székely szurkolók, a magyar szurkolók nem valami ellenében nyilvánulnak meg, amikor azt kiabálják, hogy Ria-Ria Hungária, vagy eléneklik a magyar himnuszt. Vagy a székely himnusz, nem a magyar himnusz. Ez nem valami ellen van, nem Románia ellen van. Amikor minket hazaküldenek az országunkba, mintha Románia nem lenne az országunk, az valami ellen van, ellenünk van.
amikor Magyarország ellen szurkolnak, amikor a székely szurkolók ellen üvöltöznek ezek a szurkolók, akkor valamivel szembeállítják magukat. Na most, ha te ria-ria hungáriázol, az nem román ellenes rigmus. Én értem, hogy román ellenesnek gondolják, de mi benne a román ellenes, vagy a székely himnuszban az, hogy nekem a székely, én nem vagyok nagy magyarkodó, sőt, de amikor a székely himnuszt éneklik a stadionba, a szőr feláll a hátamon, könnyugrik a szemembe. Amikor a román himnuszt éneklik egy meccselőt, akkor nem. Na most én erről nem tehetek. Ez ilyen vagyok én. És gondolom, akik a lelátókon, a székely oldalon ott vannak, ők is ugyanígy éreznek. De ez nem azt jelenti, hogy a székely himnusszal a román alkotmány egyes cikkeit akarják áthágni. Nem, ők a regionális identitásukra büszkék, úgy, ahogy az oltjánok is nagyon büszkék a regionális identitásukra, csak valószínűleg nincs himnuszuk, de zászlójuk biztos van, szimbólumaik megvannak. És itt a nagy különbség, hogy nem, tehát ez a lényeg, hogy ők valami ellen szurkolnak, ők az oltjánok ez esetben, a székelyek pedig magukért azért azokat a szimbólumokat hozzák fel, amikre ők büszkék, amelyek őket képviselik, amelyek őket meghatározzák az identitásukban. Bocsánat, én nem erre utaltam, hogy székely himnusz, meg székely zászló. Tehát ez természetes, nyilvánvaló, hogy aki ezt román ellenesnek teszi, ez hülyeség. Én olyan rigmusokra gondoltam, Csíkszeredában főleg, amelyek bizony kifogásolhatók. És ezért mondom, okosabbak kellene lennünk mi, és például Sepsiszentgyörgyön volt az a karlenítéses szurkolás. Hát, azt mondják, hogy az nem azért csinálták, mert hogy, hanem ez egy régi helyi szokás, de annyira áthallásos, tehát ezt, ilyeneket észre kell venni, és okosabbnak kell lenni, igen, okosabbnak kell lenni. Hát, hogy nekünk jobban kellene. Jobban kell figyelni, igazni, hogy mit csinálunk, és milyen gesztusaink vannak, és mit csinálunk, miket kiabálunk, hol, kinek. Van még 2 perc az adás időnkből. Felmerült a vasárnapi történet után ismét felmerült, nyilván sokkal többet kellene beszélni erről, a román-magyar együttélés, az egymás iránti tisztelet. Hol állunk, Péter, szerinted a nemzetiségek közötti békés együttélés terén? Vagy most kell ezt megbeszélni? Én úgy gondolom, hogy a mindennapi életben nincsen probléma. Tehát Székelyföldön azért nincs, mert nagyon kevés a román, vegyes vidéken, Szórványban azért nincs, mert a szomszédommal nem azért vagyok jóban, vagy nem azért utálom, mert egy másik nemzetiségű, vagy a házastársammal nem azért szoktak, gondolom, egy vegyes házasságban összeveszni, hogy most akkor ki román és ki magyar, hanem az, hogy ki porszívózik. Tehát, hogy a minden napokban nem feltétlenül érzem azt, hogy lenne román-magyar együttélésben probléma, de úgy Isten igazából az embernek a lelke mélyén, amikor úgy eszébe jutnak a történelmi események, nekünk egyik része, a román közösség tagjainak a történelemnek egy másik része, akkor lehet, hogy mindannyiunkban van egy kis tüske, amit nem is tudom, hogy ki kell-e húzni, vagy ki lehet-e húzni, ki kéne, de nem hiszem, hogy ki lehet húzni. Zsombor, 1 perced van. Nemzetiségek közötti békés együttélés, román-magyar békés együttélés. Eljutunk valaha oda, hogy ez normalizálódjon, ez a viszony? Vagy mindig ez lesz, amit hallottunk? 100 évvel ezelőtt a franciák és a németek nem tudtak megülni egymás mellett egy légtérben. Ma a franciák és a németek együtt vezetik Európát. Tehát azt akarod mondani, hogy van remény? A remény, ha meg utoljára ugye, hogy most azt szokták mondani. Legyen ez a zárszónk Kovács Péternek, a Kolozsvári Rádió főszerkesztőjének, és Bálint Zsombornak, az Erdélyi Magyar Televízió híradójának a felelős szerkesztőjének. Köszönöm, hogy itt voltatok ma a 24 pluszban, és válaszoltatok a kérdéseimre. Önöknek, tisztelt nézőim, köszönöm a figyelmet. Holnap este 8 órától ismét 24 plusz itt az Erdélyi Magyar Televízióban. Jakab Orsolya kolléganőm várja önöket. Legyen szép estéjük. Viszontlátásra!